Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Bábolna város lakosságát. 2019-es évünkben első alkalommal tartottunk képviselőtestületi ülést február 14-én. A jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-éig kell a költségvetést az önkormányzatnak elfogadni, illetve beterjeszteni. Ezért ezen a napon tartottuk a képviselőtestületi ülésünket 14-én. A napi rendi pontok tekintetében a BTV képviselőjében is közzétettük, illetve a képviselőtestület tagjainak megküldtük. Módosításra nézve egy plusz napi rendi pontot vettünk fel. Határozatképes volt az első képviselőtestületi ülésünk hétfővel, minden képviselő jelen volt. Mielőtt a megismételt adást vetítenénk, egy rövid összefoglalót szeretnék a képviselőtestületi ülés anyagából önöknek összefoglalóként elmondani. 20 napi rendi pontot tárgyaltunk, ebből az első napi rendi pontunk a szokásos napi rendi pont, beszámol a két ülés között történt eseményekről, lejárt határidői határozatokról és a bizottság által hozott döntésekről. A napi rendi pontokat nem érintő bizottsági döntések, a szociális segélycsomagokra beérkezett csomagárajánlatok, két cégtől, a CBA-tól és a Coop-tól kaptunk árajánlatot a szociális csomagok elkészítésére. Ezek közül ebben az évben a Coop árajánlatát fogadtuk el, mint kedvező árajánlatot, velük fog együtt dolgozni az alapszolgáltatási intézményünk szociális segélyek étkezési csomagok kialakítása tekintetében. Ezen túlmenően a Szociális Bizottság felé beszámoltam a 2018. december 11-e és a 2019. február 8-ai közötti időszakban történt segélyezésekről. Pénzügyi és településfejlesztési bizottsági ülés tekintetében egyrészt foglalkoztunk a szabályzási tervünk módosításával, a beérkezett véleményekkel, valamint egy támogató nyilatkozatot szükséges kiadnunk egy cég részére, Bábolnán földterülettel rendelkező cég részére, akik napelemes parkot szeretnének megvalósítani Bábolna területén bemutató jelleggel is. Az egészségügyi központ festési munkáinak árajánlatával foglalkoztunk anyagköltség és munkadíj tekintetében, ezt elfogadtuk. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolójával foglalkoztunk. A téli rezsicsökkentés megvalósításához kapcsolódó vállalkozás kiválasztására is sor került Parizek Zoltán egyéni vállalkozó személyében. Ő fogja a tüzelőanyagokat kiszállítani a jogszabályi eljárások alapján. Foglalkozott a képviselőtestület a Széchenyi lakótelepi F épület lakóinak kérésével a parkolók kialakítására nézve. Az a döntés született, miután nem történt egyöntetű támogatás a lakosság részéről a költségek 50%-os viselésére nézve, ezért a képviselőtestület nem kívánja ennek a projektnek a megvalósítását támogatni. Szeretném még elmondani itt az első napi rendi pontnál a lakosság számára ismertetésképpen, hogy a mammográfiai szűrőbusz fog érkezni márciusban. A településünkre március 7-től 13-áig a Cardirex parkolójába kerül sor mammográfiai szűrésre. A hölgyek behívó levelet kapnak, és kérem, hogy a lehető legnagyobb számban vegyünk részt ezen a szűrésen az egészség megőrzése érdekében. A másik tájékoztató jellegű dolog a Győri Hulladékgazdálkodási Kft. Részéről érkezett. A közmeghallgatáson elhangzott, hogy a hulladékudvarokba a veszélyes hulladék átvételére, étolaj és egyéb anyagok átvételétől elzárkozik a cég. Most megérkezett a tájékoztató levél, mi szerint a jövőben ismét átveszik ezeket a veszélyes hulladék anyagokat. Mindkét anyagról, tehát a mammográfiai szűrésről is és a Győri Hulladékgazdálkodási Kft. Tájékoztató levél a Facebookon közzétettük, tehát a lakosság itt megismerheti. Ezután következő napi rendi pontunkban a 2018 évi költségvetési rendeletünk módosítására került sor. Ebben a rendelet módosításban technikai jellegű átvezetésekre került sor. A kincstárkoló kapott összegek kerültek be pluszként feltüntetésre, illetve különböző egyéb más jogszabályi átvezetések történtek meg. Az évzáró zárszámadás előtt van szükség ilyen jellegű költségvetési módosításra. 2018 évben 2.256.236.000 forinttal zártuk a költségvetési évünket.
Az ezt követő napi rendi pontban a 2019 évi költségvetés megalkotására került sor. Egy kicsit bővebben, ha megengedik, beszélek erről a 2019 évi költségvetésről, ugyanis egy nagyon nagy összegű, főösszegű költségvetéssel indulunk neki a 2019-es évnek. 3.054.567.000 forintban jelöltük meg a költségvetési bevételi és kiadási fő irányszámot. Kiadások és bevételek tekintetében egyensúlyban tartható költségvetésünk van. Tettük a költségvetés kialakítása során a kiegyensúlyozott intézményi működtetést első helyre és főhelyre. Az intézményeinkben a béremeléseknek eleget tettünk, soros lépések, jubileumi jutalmak, illetve bizonyos béremelések beterjesztésre kerültek, amelyeket a képviselőtestület elfogadott. Rendkívüli testületi ülést is tartottunk egyébként a költségvetéssel kapcsolatban, és az ott a képviselők részéről elhangzottak is beépítésre kerültek a költségvetésbe. Bevételek tekintetében egyébként tényszámokból indultunk ki. Ez a nagy összeg, ez a 3 milliárdos összeg egyrészt az 1 milliárd 200 millió forint összegű hitelfelvételből, másrészt a 2018. december 31-i pénzmaradványunkból, a 829 millió forintos pénzmaradványunkból, valamint államháztartási bevételekből, illetve saját közhatalmi bevételeinkből, adóbevételeinkből áll össze. Mindenhol tényszámokból indultunk ki, tehát sehol nem terjeszkedtünk túl bevételek tekintetében a korábbi számainkon. A kiadások között, ahogy mondtam, az intézményi működtetések, a legfőbb számszaki összegünk ez, és a település igazgatása, a fenntartása, ez mintegy 700 millió forintos összeg. 2 milliárd 300 millió forint összeget fogunk költeni ebben az évben fejlesztésekre és beruházásra. Ezek egyrészt a topos pályázat lebonyolítása, tehát a metángázos kiserőmű megépítése, a szabadidőpark kivitelezése és befejezése, valamint a csónakház megépítése a szabadidőparkban kialakításra került tó mellett. Ezen túlmenően a saját erőből, hitelből, illetőleg esetleges kormányzati támogatásból megvalósuló projektünk a fürdő és a strand, amelynek kivitelezése folyamatban van. Ez egy nagy összegű fejlesztés még a költségvetésünkben. Megvalósul ebben az évben a kisfaludi lakóteleptől az IKR-ig a közvilágítás javítása, kiépítése, szigetüzemű napelemes rendszerrel, ami a korábban leégett üzem problémái miatt meghiúsult a működése. Ezt fogjuk javítani. Újra telepítjük a Veselényi úttal szembeni erdőterületeinket az Ácsi úttal párhuzamosan. Egy jelentősebb fejlesztési összeg ez. A Cardirex épületében, egészségi központunk épületében folyamatban van a világítás, villamossági korszerűsítés, és utána ezt követően a festési munkálatok, ez mintegy 47 millió forintos összeggel, mint jelentősebb fejlesztési kiadások, de természetesen az év során minden olyan korábbi években megvalósult kisebb fejlesztést, közlekedési táblák cseréje, javítása, kátyúzás meg fog valósulni, amelyet a lakosság is elvár annak érdekében, hogy a település kép továbbra is harmonikus és megfelelő legyen. A képviselő testület ezt a költségvetési rendeletet elfogadta, és egyhangúan támogatta ennek megalkotását. A következő napi rendi pont egy technikai jellegű kiigazítás volt. A múlt évben meghatároztuk az étkezési normákat és a térítési díjakat, azonban a rendeletben nettó összeg került meghatározásra, azonban kincstereszt bruttó összegben kéri feltüntetni, így a rendelet módosítása erre irányult. Az ezt követő két napi rendi pont egybefüggő napi rendi pont volt. Egyrészt beszámolt Török Sándor intézményvezető a 2018 évi kulturális életről, a 18 évben megvalósított eseményekről. Nagyon sok esemény valósult meg, mintegy 90 esemény, ami különböző civil szervezetek, intézmények segítségével, 99 eseményünk volt, és ezen túlmenően, nevesíthetően, mintegy 47 sportesemény a sportcsarnokban. Ez egy ilyen kis település esetében rendkívül nagy számnak mondható, és ehhez a beszámolóhoz kapcsolódóan rögtön Sándor a 2019 évi
tervet is letett az asztalra, hasonló nagyságrendű számokban tudunk gondolkodni 2019-ben is, nagyon sok eseményünk reményeink szerint meg tud valósulni. A hagyományos rendezvényeink, mint ahogy már januárban a Sakfesztivál megvalósult, most hétvégén a borverseny, készülünk a különböző nemzeti ünnepeinkre, civil szervezeteket segítünk különböző rendezvényekkel, valamint az ezévi Kukorica Fesztiválunk is megvalósításra fog sor kerülni, és a képviselőtestület döntése alapján jövő évben, illetőleg szeptembertől folytatódni fog a színházi rendezvénysorozat is. A képviselőtestület ezt a rendezvénytervet egyhangulag támogatta. Az ezt követő napi rendi pont a 2019 évi közbeszerzési terv és 2018 évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása volt. Ezt jogszabály alapján a képviselőtestületnek, képviselőtestület döntése alapján be kell nyújtani a hivatal részéről megfelelő hatósági szervek felé. Ennek a jogszabályi kötelezettségnek tettünk eleget. Az ezt követő napirendi, két napirendi pont ismét egybefüggő volt. Egyrészt beszámoltak a 2018 évi képviselői tevékenységükről az önkormányzat képviselőtestületi tagjai. 6 beszámoló hangzott el, ezek felkerültek egyébként az internetre, és ott olvashatók a képviselőtestületi beszámolók, képviselői beszámolók, valamint Zábrádi János a vagyonnyilatkozatot és összevérhetetlenséget vizsgálóbizottság elnöke is tájékoztatta arról a képviselőtestületet, hogy minden képviselő, illetőleg minden nem képviselő, külső bizottsági tag eleget tett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének vagyonnyilatkozatát benyújtotta a hivatal felé, amelyet a képviselőtestület, amely beszámolt, egyhangulag elfogadott. Sor került ezt követően a polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására, ez is jogszabályi előírás alapján kell megtenni a képviselőtestületnek. Ezután a Bábolna Város Gazda Kft. Törzstőke emeléséről tárgyaltunk. A korábbi határozatunk azt szerint szólt, hogy törzstőke emeléssel fogjuk a felvett hitel összegét a Városgazda Kft. Rendelkezésére bocsátani, amely Városgazda Kft. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában van, és végzi, bonyolítja a strand és a fürdő építését. Most 580 millió forinttal emeljük meg a Kft. Törzstőkéjét, és ezzel 1 milliárd fölé fog nőni, és ezzel a törzstőke emeléssel fogjuk tudni kiegyenlíteni a vállalkozó számláit. Egyébként jelenleg 30%-os készültségi fokban van a strand és a fürdő épülete. Aki arra jár, az láthatja, hogy folyamatosan végzik a munkát. A tetőzetnek a kialakítása megtörtént, hamarosan rakják a cserepet a tetőre, külső homlokzati szigetelések valósulnak meg, illetőleg a nyílászárók behelyezésére kerül sor napjainkban. A képviselőtestület ezt a törzstőke emelést is támogatólag elfogadta. Ezután a Termelj Otthon mozgalommal foglalkoztunk, a képviselőtestület az önkormányzat felhívására elfogadta a 11 jelentkezőt, akik részt kívánnak venni a Termelj Otthon mozgalomban, 3500 forint értékű vetőmagcsomagot fognak kapni. Erről is döntött a vetőmagcsomagról a képviselőtestület, ezt hamarosan február végéig a jelentkezők megkapják. A 11 jelentkező közül 7-en fognak részt venni a Legszebb Konyhakert mozgalomban, amely egy országos mozgalom, és a múlt évben jelentős szép sikereket ért el Bábolna lakossága, illetőleg Bábolna város önkormányzata ebbe a versenybe. 13. napi rendi pontban a Bábolna százszor szép óvoda és bölcsőde nyitvatartási rendjéről, illetőleg a tanfelügyeleti ellenőrzés során kialakított intézkedési terv jóváhagyásáról döntött a képviselőtestület. A százszor szép óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási, nyári takarítási szünete 2019. július 29-től 2019. augusztus 16-ig lesz. Ez alatt az idő alatt, hogyha valaki bábolnai lakos a gyermekét óvodáztatni akarja, azt a Banai Bóbita óvodában megteheti, illetve a Banai Bóbita óvoda zárvatartási ideje alatt a banai gyerekek érkezhetnek a bábolnai óvodába. Erről megállapodás született a két óvoda között. Egyébekben pedig az intézkedési tervet is jóvá hagyta a képviselőtestület. Az ezt követő napirendi pontban jegyző terjesztette elő a kijelölt iskolai körzetek tervezetét.
a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is jóvá hagytuk, tudomásul vettük, hogy a Bábolnai Általános Iskolában a Bábolnai egy 8 osztály működik, valamint a Banai diákok felső tagozatos diákjai, és Banán pedig az 1-4 osztályos gyermekek járnak a Banai iskolába, mármint a kirendeltségre. A 15. napirendi pontban az önkormányzati bérlakásokról szóló beszámoló hangzott el, amelyet szintén elfogadtunk. Ezt követő napirendi pontunk szintén a Bábolna strand és termálfürdőhöz kapcsolódott. Az üzemeltetésre nézve pályázatot hirdettünk a múlt évben, külső üzemeltetőt kerestünk a fürdőre. Voltak érdeklődők, azonban megállapodás nem született, így a pályázat eredménytelenségét kimondta a képviselőtestület, és így aztán elkezdődik a strand és termálfürdő igazgatójának keresése, amely megfelelő szakértelemmel rendelkező személy lehet. Marketing, turisztika, idegenforgalom területén jártas szakembert keresünk annak érdekében, hogy egyrészt a fürdő üzemeltetését elindítsa, meghatározza, illetőleg a fürdő szervezetét kialakítsa. Korábbi gondolatiság az volt, hogy a Városgazda Kft. Ügyvezetőjét, személyi ügyvezetőjét fogjuk keresni ilyen ismeretanyaggal, azonban a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a két szemét külön választja, lesz egy ügyvezetői személy, illetve lesz egy üzemeltető, egy igazgató, aki a strandfürdő működéséért fog felelni. Ennek a pályázatnak a kiírására felhatalmazta a Városgazda Kft-t a képviselőtestület egyhangúan. Ezután egy paktumhoz, a Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktumhoz csatlakozott az önkormányzat egyhangú döntéssel, illetve a következő 18-as és 19-es napirendi pontokban a leendő strand és termálfürdő területének házszám megállapítására került sor. Annak érdekében, hogy Facebook oldalt tudjunk indítani a strand és a termálfürdőre nézve, házszámot kellett megállapítani, így kialakításra került, hogy a metángázos kiserőművünk az a Deák Ferenc utca 6 szám alatt lesz, a tanúszoda a 8-as számot kapta, és a strand és termálfürdő pedig a Deák Ferenc utca 10 szám alatti házszámra fog bejegyzésre kerülni. A 19-es napi rendi pont ugyancsak házszám megállapítás volt, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok kezdeményezte a korábbi már működő házszámának a bejegyzését, és kérte, hogy a Bábolna Mészáros út egyre javítsuk ki a korábbi házszámát, ezt is egyhangúan támogatta a képviselőtestület. Egyebek napirendi pontban projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló árajánlatot tárgyaltunk a toppos pályázatunkhoz, a Csónakház építése című pályázatunkhoz, a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft. Árajánlatát fogadtuk el, aki a legkedvezőbb árajánlatot adta, és vele fogunk együtt dolgozni a projekt lebonyolítása során. Ezt az összeget egyébként maga a pályázat is tartalmazza, tehát abból fogjuk tudni finanszírozni, bruttó 3 millió forintos összeg volt ennek az árajánlata. A képviselőtestület ülése ennyi lett volna, hamarosan vetíteni fogják a megismételt adást a Bábolna TV munkatársai, én pedig invitálom a település lakosait, hogy a jövő héten, illetőleg a vetítés során e héten jöjjenek velünk színházba, a színházbérlet előadására pénteken, este 7 órakor fog sor kerülni. Várunk minden érdeklődőt, és további szép estét kívánok mindannyiuknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták a képviselőtestületi összefoglalómat. Viszontlátásra!